Az utolsó munkafolyamatokat végezték néhány napja a szakemberek az új szexuális ügyeleti központban. Itt az egykori BM klubban kap helyet a felnőtt és a gyermekházi orvosi ügyelet, valamint egy állandó gyermekházi orvos és a védőnői szolgálat is ide költözik majd. Ezt a fejlesztést egy még az előző ciklusban elnyert pályázat tette lehetővé. Ez volt az egyetlen olyan beruházás a Tolnai megyeszéken 2020-ban, amit az ilyen szexert frakció nem lassított le vagy akadályozott meg. Pedig az előző ciklus idején csak az első évben 5 milliárd forint értékben valósultak meg fejlesztések Szexárdon. Erről a város polgármestere beszélt idei utolsó hétértékelő sajtótájékoztatóján. Ezek mind régi pályázatok voltak idén, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy új pályázatra vonatkozóan döntés. Komoly döntés nem született, még komoly pályázat nem indult el. Ezt az 5 milliárd forint, ezt körülbelül tartalni lehetett volna az idejében is, de hát ahhoz döntéseket kellett volna hozni. A tudásközpont építése viszont hamarosan elkezdődhet. Az ehhez szükséges forrást szintén az előző ciklusban nyerte el a város. Erről is beszélt Ács Rezső a hétértékelőn. A polgármester az önkormányzat által a városban élő szépkorúaknak összeállított csomagok kapcsán azt mondta, még soha nem regisztráltak olyan sokan a 4 éve elindított programra, mint idén. Az ajándékok kiosztása múlt hét hétfőn kezdődött, és december 23-áig mindenki megkapja azokat, aki kérte. 5089-et egész pontosan regisztráltak száma, a hét közepéig ki fogjuk hordani az ajándékot. Közel 40-en dolgoznak azon, hogy mindenkihez eljusson az ajándékcsomagunk. Szeretném megköszönni először is a kollégáknak, hogy a vírus helyzet közepette, hiszen sokan közben kidőltek. Ács Rezső a hétértékelőn arról is beszélt, hogy 2021 egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy elérje Szexárd újra emelkedő pályára álljon, és hogy felgyorsítsa azokat a pályázatokat, amiket a többségi frakció megállított az elmúlt egy évben.